Sziasztok, üdvözlök mindenkit, mai italunk, amit el fogunk készíteni, a Negroni. Ez igazából egy klasszikus, de azért egy kicsit vízválasztott. Van, aki nagyon-nagyon szereti, és van, aki nagyon-nagyon utálja. De ez egy olyan ital, amire meg kell, hogy érje. Egy olyan technikával fogom elkészíteni, saját poharában fog készülni, de készíthetjük keverőpohárban is, vagy amiben otthon el tudjátok készíteni. Első lépésként úgy lehűtjük a poharat, ezt akár így is meg tudjátok csinálni, vagy hogyha annyi jegetek van otthon, hogy fogod ezt teleöntöd vízzel, és hagyod egy picit hűlni, akkor gyönyörű szépen le tud hűlni a pohár. Most én így csináltam, vissza is pótolom azonnal a jeget, és a három összetevőből egy-egy arányba, mindegyikből 3 centet fogok tenni. Az első a gin. Én nálam egy ilyen tök jó beállt receptúra, hogyha tényleg odafigyeltek az egy-egy-egy arányra, tehát hogy mindegyikből egységesen. Azt most 3 centtel vagy 4 centtel dolgozol, az már nyilván ízlés kérdése. Második ugye a Campari. És harmadikként pedig egy vörös vermutot fogunk használni. És ezt elkezdjük össze keverni, szépen elegyedjen maga az ital. Nagyon jól le is hűl, majd a magát, ugye a fennmaradó részt azt én folyamatosan szoktam pótolni ugye jéggel, és hogy elkezd olvadni egy picit a jég, hogy elkezd helyezkedni bele, látszik, hogy gyönyörűen le is van hűlve a pohár, tehát hogy el is készült, és még egy fontos alkotóelem hiányzik hozzá, az pedig a narancs pil, vagy narancs héj olaj. Ez pedig nagyon egyszerűen, hogy eddig is volt, ugye rápermetezzük szépen a tetejére, én ezt körbe is szoktam kenni, és bele is tudjátok dobni. Akár ezzel is tud díszíteni, vagy ebből esetleg egy bármilyen díszt tudsz formázni, és akkor ugyanígy belerakod, úgyhogy el tudjátok fogyasztani, kedves egészségetekre!